Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. A nők és férfiak közötti egyenlőség az uniós jog egyik alapelve, beleértve a munkavilágát is. A nők és a férfiak közötti közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés gyakori, többek között az alkalmazás, a munkakörülmények és az előmenetel tekintetében is, de jelentősebbek és tartósabbak a különbségek az azonos vagy azonos értékű munkaért járó bérek területén. Az európai tagállamok közösségében már a kezdetektől a jogi szabályozás szintjén is megjelent az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, hogy a római szerződést írt el először 1957-ben, és a mai unióról szóló szerződés is nagyon pontosan meghatározza ezt. Az unió működéséről szóló szerződés megállapítja, hogy az unió tevékenységének folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására, és küzd mindenfajta nemen alapuló megkülönböztetés ellen. Nem csak az uniós jog, hanem számos nemzetközi egyezmény is kiemelten kezeli az egyenlőséget, többek között az 1967-ben elfogadott, nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény, a SZIDÓ és annak fakultatív jegyzőkönyvei. A magyar alaptörvény sajnálatos módon nem tartalmaz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményét, de a nők, mint hátrányos helyzetű társadalmi csoport esélyegyenlőségének előmozdítását pedig célként határozza meg. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény pedig kifejezetten nemi alapú hátrányos megkülönböztetés egyik formájaként határozza meg az azonos munka eltérő díjazását. Az egyenlőség előmozdításához a határozatba foglalt felméréseken túl az egyenlő bánásmód hatóság, a munkaügyi bíróságok és a munkahódói és munkavállalói érdekképviseletek tapasztalatain alapuló pozitív intézkedések is szükségesek. 2014. március 7-én az Európai Unió Bizottsága ajánlást adott ki 2014/124/EU a férfiak és nők egyenlő díjazásának elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről, a szükséges intézkedésekre, ajánlásokban megfogalmazott készletből maguk választanak a tagállamok, a cél közös, a bértranszparencia javítása. Tisztelt államtitkár úr, miért nem biztosítja a kormány a valódi esélyegyenlőséget? Mit tesz a kormány a nők és férfiak közötti bérkülönbségek csökkentése érdekében? Támogatja a kormány az előbb említett általam benyújtott országgyűlési határozati javaslatot? Tisztelettel várom válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. Válaszadásra Tálai András államtitkár úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Elnök úr, a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Írásban kicsit hosszúra sikerült az interpelláció, ezért segítek megérteni az országgyűlésnek. Tehát ön a mai napon délelőtt 11 óra 19 perckor benyújtott egy országgyűlési határozati javaslatot az említett témáról. Szeretném önt tájékoztatni, hogy 2016. augusztus 15-én és 2016. november 7-én szó szerint ugyanezt a határozati javaslatot már képviselőtársai Gúr Nándor és Korózs Lajos benyújtották az országgyűlésnek. És arról is szeretném önt tájékoztatni, hogy ahogy ugye ön is elmondta, ez az Európai Bizottság 2014 márciusi ajánlásán alapul, az abban foglaltak érvényre juttatását tűzte ki célul. Nyilván ennyi idő alatt nem sikerült, ugyanis lényegében több mint alig egy órája adta be az országgyűlési határozati javaslat tervezetet. Azért engedje meg, hogy a kormány álláspontját, véleményét, tájékoztatását elmondjam ebben a kérdésben, ami ez nagyon-nagyon fontos kérdés természetesen a társadalom számára. Szeretném önt biztosítani arról, hogy a kormány elkötelezett a nők jogainak érvényesítése tekintetében, ám mindezt nem a nemeket elválasztó különbségek hangsúlyozásával teszi, hanem a közöttük lévő kiegyensúlyozott együttműködés feltételének megteremtésére és megerősítésére fókuszál. A kormány biztosítja a valódi esélyegyenlőséget, és mindent megtesz a nők és férfiak közötti bérkülönbség csökkentése érdekében. A nemek között minden országban megfigyelhetők bérkülönbségek, ez nem sajátos magyar jelenség. Ha Magyarországon megvizsgáljuk a két nem bérei közötti
eltérést, akkor megállapíthatjuk, hogy a 28 tagállam tekintetében Magyarországon az átlag alatti mértékű ez az eltérés. Az Eurostat ide vonatkozó jelentése alapján 2012-t követően hazánkban csökkentek a nemek közötti bérkülönbségek. Ebben jelentős szerepe volt annak is, hogy a magas női foglalkoztatási arányt képviselő ágazatokban, mint például a köznevelési, egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozóknál az utóbbi években jelentős béremelések valósultak meg. Szintén az Eurostat statisztikai jelentése alapján megállapítható, hogy a 28 tagállamban a női órakeresetek átlagosan 16,2%-kal maradnak el a férfiakétól, míg Magyarországon ez a szám 14%. Rosszabbul állnak hazánktól például Ausztria, Németország vagy az Egyesült Királyság, de az európai kívüli országok tekintetében Norvégia és Izland is. Mindemellett szeretném hangsúlyozni, hogy a nők foglalkoztatási helyzete is komoly mértékben javult a 2010-es kormányváltás óta. A női foglalkoztatottak száma mintegy 280 ezerrel nőtt. Tisztelt képviselő asszony, a közszférában az illetményrendszerek semmilyen nemek szerinti megkülönböztetést nem tartalmaznak. Versenyszférában az adott vállalkozás dönti el, hogy kit és mennyire foglalkoztat. Elsősorban a szociális partnerek erőfeszítései vezethetnek az azonos végzettséggel, azonos beosztásban dolgozók indokolatlan bérkülönbségeinek megszüntetésére. Hangsúlyozom, a kormány e tekintetben is mindent megtesz, hogy csökkenjenek a bérkülönbségek. Értem. Viszont válaszolásra megadom a szót, képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Örülök, hogy vannak gondolatai a témával kapcsolatosan, és hát miután ez egy korábban újra feltett kérdés, hiszen ezzel az üggyel foglalkozni kell, nyilvánvaló, hogy ezzel is készültek. Én azt gondolom, hogy az is botrányos lenne, hogyha a balkezesek vagy a szemüvegesek is mindig ugyanannyit vagy kevesebbet keresnének, akkor szerintem ez is egy botrány. Kétségtelen tény, hogy vannak tagállamok, ahogy ön is említette, ahol egyébként Magyarországon jobban áll, de egyébként a legrosszabb a helyzet az észteknél van, ahol ez közel 30%. Azt gondolom, hogy a nők és férfiak közötti bérkülönbség az nem politikai, hanem politikai vagy gazdasági kérdés. Ez szerintem ez egy civilizációs kérdés, és szerintem nem csak a nőket érint. Az oktatás, egészségügy és a szociális ágazat bajait és részben ez a megkülönböztetés okozza. Nézzék meg, azok a pályák női esettek el, leginkább ahol tulajdonképpen sokkal kevesebbet keresnek, hiszen itt nagyon-nagyon sok nő dolgozik kevesebb pénzért. Miniszter úr, nem tudom elfogadni a válaszát. Kérdezem a tisztelt házat, elfogadják-e a választ? Kérem, szavazzanak. A ház a választ 120 igen szavazattal, 36 nem ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadta.